Szoszi. Na mi van? Ma 77 éves vagyok. Itt nagyon jó élet volt. Jó élet volt, dolgozni lehetett. Mondom, a Kádár idejében volt. Bárhol felvettek. És akkor tudtunk rá venni. Szalom, cukrot, meg mindent. Fel tudtuk készíteni a karácsonypát. De most nincs. Lát valahol kint, az udvaron is valahol, hogy ezek a kis égők égnének nincs. Nincs pénz, uram. Itt már nincs élet. Én, ha fiatalabb volnék legalább 10 évvel, vagy 15 évvel, még a lakásom se bánnám, elmennék valahova. Hogy fogod innen elvinni a fát? Hát saját magam kézvel behúzom. Már kis kocsim az nincsen, semmi. Összekötöm, azt úgy elhúzom. Karácsonyra hogy készülnek? Sehogy, nekünk soha nem is volt, mert nem is lesz. Mert mi nekünk akkor van karácsony, ha pénz van. A pénz meg, hogyha megkapom, akkor úgy be kell osztani, hogy egy hónapig elég legyék, 30 napig. 30 napám nagyon hosszú. Elég mindig a pénzük, hogy? Nem mindig elég. Van, amikor én is kölcsön kérek, de azt meg is adom becsületesen. Itt az emberek nem mennek az uzsorásokhoz, hogy? Szoktak mennyi, de meg is szoktak annyi. Úgyhogy nincsen velük semmi gond a tárnára leszünk egyáltalán. Minekünk még nagyon is jó, hogyha van olyan ember, aki ad kölcsön pénzt. Én szerintem ez jó dolog, csak az a nem jó dolog, mikor ma az ember van úgy, hogy nem tudja meg annyi, még a kamatot sem, meg a tőketartozás sem, akkor eljönnek, azt elviszik a tévét, vagy fenyegetőznek, vagy megvernek. Azt ma én is elítélem, hogy ezt nem szabad lenni, annyira erőszakosnak venni, mert emberség kéne mindenkibe. Annak születtünk embereknek. Ez a szegénység, vagy ez a pénznélküliség nem kényszeríti bele az embereket abba, hogy uzsoráshoz forduljanak? Vagy itt már nincs. Vagy kölcsönt kérjen? Már nincs. Itt, aki volt, azokat már leállítottak, még leálltak maguktól, mert volt olyan, akit elkaptak vele. Ez pont tegnap volt, hogy Szúcsiba elkaptak két ember. Az is leleszi volt. Az a gyerek. Itt lakott, mindjárt a híd előtt. Azt akkor így már befejezte mindenki, nagyon fétőlődnek. Nehogy börtönbe kerüljenek. Még az az igazság, hogyha a némelyik nagyon szemtelen, mert rá megyen a háza, elvizik a bútorokot, elvizik a házakot, még dupla muskamatokat elvisznek. De hát ez mindenfelé megyen az országba. Mert aki szegény, ott családja van, annak muszáj kérni, hogy kenyeret adjék a családjának. Uzsora! Nem. Itt most se nincs. Itt most se nincs. Csak én nem tudom. De most se nincs. Hát kinek? Kitől kérjen pénzt az ember, hogyha nincs. Örül az ember, ha megér. Szúcson letartóztatta két uzsorás, hogy az jellemző így a környező falvakban, vagy a településen, hogy az emberek így uzsoráshoz fordulnak, a kevés a pénzük. Hát nem tudom, hogy lesz-e mi a helyzet, mert ugye Borsodról hallottuk jobban, hogy ott van, ugye majdnem 100 uzsorást tartóztattak le. Nem tudom, hogy lesz-e. Van-e ilyen, vagy ha van is, akkor szóval ez olyan, hogy nem szívesen beszélnek róla az emberek. Ez a zene a romákról szólt, hogy cigán vagyok, Áropartán születtem, anyám szület, mégis nevekedtem, ronda ruhám, sátor az én palotám, kisír személy, cigányasszony, az anyám.